És mind arra gondol, aki örökös királynője ennek az országnak, akinek az első számú Vitéze László, tehát boldogasszony. És olyan erőst rá gondolnak, mert teljes, kerek, egész hitük van. Egy kételkedő nincsen. Egy nincs közöttük, aki az SZDSZ-re szavazna. Egyetlen egy sem. Olyan erős a hitük, hogy az ellenség látja a képet, amiben hisznek. Mert ez a csoda. Ez a csoda. Ez döbbenet. Ezt ma már nem tanítják a gyerekeinknek. Ez az, amire utaltam Bálint László bátyánk esetében is. Igen, neki kellett oda menni Isten küldöttjének, hogy ott többet ne legyen katonai félvonulás. Van ilyen? Van. Ez van. Igen, ő tátos. Evlia Cselebi, török utazó, ő, aki írja a naplóját Magyarországról is, hála Isten. Meg lehet kapni, utána lehet nézni ennek, sőt, utána kell nézni ennek, hiszen a maga idejébe hiteles történeteket ír le. Várad vára. Várad vára, az kint van a pusztán. Kétszögletes, alig védhető téglavár. Megmaradt jó néhány bástyája, a románok hagyják, hogy pusztuljon. Nem csodálkozom rá. Alig védhető vár. Síkvidéken van. Nem fönt, a magason. És 70 esztendei, pedig minden esztendőbe jönnek a törökök, körbefogják. 70 esztendeig nem tudják bevenni ezt a várat. Miért nem tudják bevenni? Egyszer az oka, írja Evlia Cselebi, hogyha egy magyar harcos a vár fokára fölállt, és azt mondta, velünk van Szent László király, akkor a törökök eltakarodtak. Tetszik érteni? Ha egyszerre tudnánk mondani, hogy velünk van Szent László király, ez a szemétbandonnal, a parlamentből eltakarod. Nem tudjuk egyszerre mondani. Nem tudjuk. Evlia Cselebi azt írja, ott volt lovasszobra Szent Lászlónak, hogy a törökök, akik elmenekültek, miután valamelyik magyar harcos leszólt, hogy velünk van Szent László király, a törökök hallották élt szlovának a nyerítését. Ezek nem képzelgések. Ez nem sky and fiction. Ez az a világ, amikor az embernek kerek, teljes, egész hit. És a hittel hegyeket lehet megmozgatni. Hegyeket. Jézus ott jár a vízen. Nézzük azok a szerencsétlen riadt apostolok a csónakban, hogy ez kísértett van ott. Akkor mondja nekik, hogy kicsi a hitetek. Kicsi. Kicsi a hitünk, most már szinte, hogy semmiben zsugorodott. Jó, hogy előkerült, hogy a királyunk között voltak-e tátosok, nem csak ők. Salamont is tátosnak tartották. Aki a Pulai erdőbe remeteként töltötte el az életét, miután megértette azt, hogy Isten Lászlónak adta a hatalmat. Szent László. A tártosnak lova van. Csak a magyar tártos papnak van lova. Ezt úgy nevezik, hogy tártos ló. Szegény uraliaknak nem lehet tártos lovuk, mert ott a lovat se ismeri. Ott fönt, azon a vidéken. Mert mi a fehér ló népe vagyunk. Igen. A fehér ló népe. Itt megint arra kell hivatkoznom, ami élő, és aminek utána lehet nézni, csak el kell menni Erdélybe. Ott van különben is az anyaország. Erdélybe. Ez itt nem anyaország. Erdélyben minden öreg el tudja még mondani, hogy a múlt század elején
ezen a háromszögön, ezen az éken, nagyon fontos ez az ék, az ember Isten felé törekvése. Ezen lókoponya volt, a székelyeknél lókoponya volt, amikor jurtába laktunk, a lókoponya egy karon, ott volt a jurtánk előtt. Magyarok vagyunk, a fehér ló népe. Erőnk. Az egyház, mint intézmény. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy ezek a lókoponyák, ezek eltűnjenek innen. Mit gondolok utána, mi került a székely házak homlokzatára? Ha valaki elmegy Csíkmenaságba, akkor ezt minden házon látja, még kivétel nélkül minden ház homlokzatát, egy előszáró kereszt, és négy töty itt a térbe. Ez a napjel, amit felrajzoltam az előtt, nem a minősített, a minősítetlen napjel. Székelyek tudják, hogy ezek nem állnak meg a levegőbe, azért így vékony drottal oda kötik a központot. Döbbenetes napjel. Ha Árpád korabeli sírokba régész kutat lókoponyáját oda temették, s ott volt az abla is. Az ablán itt volt a napjel. Itt. A lovainkon. A ló ugyanis a napállata. A napállata. És ha már a lókoponya nem lehet ott fönn a háztetőn, akkor oda teszi a napjelet. Az abla mintát. Az Istentől kapott őskép. Mi a fehér ló népe vagyunk. A székelyek, tessék elmenni karácsony előtt hozzájuk. Mondjuk Csíkmenaságba, Szacsvára, valamelyik zsákfaluba, vagy Oroszhegyre. Várják azt, hogy a fehér ló, arancsitkaja, karácsony titokzatos éjszakáján megszülessen. Igen, a fehér ló, arancsitkaja. Ez a közénk született Istennek a kedve. Megkérdezik azt is, hogy láttak-e magik sárga csikót? Zöld mezőbe ficánkú, de ha láttak, tudhatják, hogy a jó Istennek vidámabb teremtése nincs nála. Jézus, aki a lelkedben megszület, nem savanyú marka. Arancsitkó! Tetszik érteni? Arancsitkó! Hol ebbe hited, ember? Ott az anyaország, el kell menni, venni kell a fáradtság. Minden lényegi tudás őrzözik. Néhány emberöltővel ott, azon a helyen, a fiúgyerek született, miután apja beáldotta kalappal a családba, miután megmutatta a tűznek, az ősnek, a legelsőnek. Vitte ki az istálóba messzele. S tette rá a lóhátára. Ősi szkéta szokás. Emberré avatta. Csecsemőkorban. Soha olyan kíváncsi nem lesz az ember, mint amikor meglátja ezt a kinti világot. Amikor előkerül a dendől, az örök ölelésből. A paradicsomból. Így létesült a kentaur. A görögök a kentaur fogalmát a szkítáktól veszik át, s nem tudnak vele mit kezdeni. A mi népünk a fehér ló népe. A mi tártosainknak tártos lova van. Szent László a tátos lovát Attilától örökölte. Mondd a világ. Idvezli, kegyelmes Szent László Kerál, Magyarországnak édes oltalma. Ezzel a címmel jelent meg Vassós könyvünk, Gát Péter József, és én 7 esztendeig jártunk Szent László nyomába. És ez tény nem dicsekvés, ilyen gazdag legendáriumot sehol nem kaphatnak, nem csak Szent Lászlóról, Nimrodtól végig.
Horthy Miklósig. Igen. Horthy Miklósig. Ebben a legendáriumban olvashatják azt, amit hallhatnak szád előn, fönt a felvidéken. Nem Szlovákia, az felvidék. Így hívják, hogy felvidék. Ideglenesen ott egy szovjet politik, egy szlovák politikai kreáció létezik, de az felvidék, kérem. Felvidék. Ott a felvidéken, ahol négy székelyfalu maradt meg. Négy székelyfalu. Nem telepítették oda. Attilától folyamatosan ott élnek, nyilván még előtte is ott éltek. Áj, Lucska, Barka és Szádelő. És Szádelőn van az a mészkőhasadék, amelyik nagyobb és nevesebb, mint a tordai hasadék. A világörökség tagja. Ott vannak a székelyek, mint a parázs. Tudást őrzően ott a Szádelő hasadék előtt. Ezekre a helyekre kell elmenni. Nem görögbe menni, meg portugálba, meg olaszba. Oda is lehet. De előbb ismerd meg azt, ami a tiéd, amitől erős lehetsz. Ismerd meg, kötelező. Mert számon kérik a leckét a mérlegen. És ezt a leckét kérik számon, nem azt, amit olaszba láttál. Egész biztosan. Mikor Attila királyunk meghal, akkor az Attila fiak marakodnak a hagyatékon. Csaba nem kér a marakodásból, ő kapja apja kardját, Isten kardját. Csaba elmegy. Aladár a király. Attila seregébe lévő németek mindent elkövetnek, hogy Aladárt a gyönge kezűt letaszítsák a trónról, teszik ezt az Attila fiak, és egymás torkának esnek, összeveszvén Attila hagyatékán, gazdag kincsén. Ketten maradnak állva, nagyon sokáig. Az egyik Dengezich, vagy Dengezics, a másik Irnák. Dengezicset nagyon szeretik a hunok. Irnákot ravasznak tartják, kevésbé szeretik őt. Irnák irigykedik amiatt, hogy Dengezics kapta meg Attila tátos paripáját. Hiszen Attila tátos paripája a magyarok ereje. Tátus paripa. Ezt is átvették a szkítáktól a görögök, a szárnyas lova, fogalmuk nincs, mire való a szárnyas ló. Mi a tátosi erő? Égig érő facimi mese. Ne keressük a Grimm mesék között, mert ott nincsen. Csak nálunk van, s velünk rokon népeknél. Kiskondás megy, megy. Fölfele baltáját vágja. Hét lépcső, hét létrafokot vág, és felér az aranyvárig. Az aranyvár a napvára. A hét fokozat a hét bolygó fokozat. De a tudás az kevés, ha csak ésszel felfogható. A tudásnak Istennél kell lenni, és ő az aranyvárba megkapja a szárnyas lovat. A tátus paripát. És ezzel fölemelkedik, emelkedik. Eddig létrázol. Ettől kezdve fölemelkedik. A szárnyas lóval a gyémánt palotáj. És amikor leereszkedik, akkor mi lesz belőle? Király. Ez a férfévé avatás olok meséje nálunk. A tátos ló ennek a hazának az ereje.